A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm nézőinket. Ma ünnepelni fogunk mégpedig azért, mert 1998. március 28-án a budapesti bazilikában Paskai László bíboros nevezte ki, illetve végezte azt a beiktatást, amelynek eredményeként segédpüspökké nevezték Kispány Antal megyéspüspök urat. Excellenciás uram, nagy tisztelettel köszöntöm. Köszönöm. Aztán rövidesen jön egy másik ünnep, hiszen 2003. április 4-én 20 esztendeje pedig Székesfehérvár megyéspüspöke lett II. János Pál pápa segítségével, kinevezésével. Ahhoz viszont, hogy megértsük, hogy ez miért is fontos önnek, a hívőknek, Székesfehérvárnak, az egész megyének, ahhoz egy kicsit meg kell, hogy ismerkedjünk az ön életútjával. Hiszen egy budapesti családban született számos gyermek, és azt hiszem, hogy ideje korán egy olyan időszakban kezdte el a templomjárást, a hittelélést, ami akkor kuriózum volt és fontos időszak. Valóban a mi családunkban ez magától értetődő és természetes volt, hogy imádságos életet élünk, hogy vasárnapot megszenteljük a Szent Misén való részvétellel, hogy gondoskodtak a szüleink arról, hogy egész kiskorunktól kezdve hitoktatásban részesüljünk, ami abban az időben többé-kevésbé titkos módon történt. Kispapok, vagy éppen fiatal felszentelt papok családoknál gyűjtötték össze a vallásos családok gyerekeit, és így családi otthonokban tartották ezeket a hittanórákat, amelyekben hát én nekem is részem volt, és így érlelődött az a hivatás, amely aztán később kibontakozott, amikor érettségi után jelentkeztem az esztergomi egyházmegyébe, hogy szeretnék pap lenni, és a kispapok közé kértem a felvételemet. Tehát voltak éppen eleve elrendelés volt a hittudományi főiskola. Hát majdnem mondhatjuk így, hogy egy olyan út volt, ami egyenesen következett abból, ami mögöttem volt, a család felfogásából és a bennem kibontakozott vágyból és abból a hivatás tudatból, amelyet Istentől ajándékba kaptam. Egy egészen különleges, bensőséges hangulatú történet 1976. június 19-e, hiszen Lékai László bíboros akkor szentelte pappá Esztergomban. Mit él meg egy fiatal ember egy ilyen történetben? Én 1969-ben érettségiztem. Érettségi után rögtön a szemináriumba kerültem, de onnan nagyon gyorsan Nagyatádra katonának vittek el, ahol 2 évet szolgáltam, és utána kezdődött meg igazából a teológiai, filozófiai kiképzésem, ami 5 éven keresztül tartott. Ez alatt az idő alatt az ember folyamatosan készül arra a küldetésre, arra a feladatra, amelyre vállalkozik, és amelyet a papszentelésben az egyház rábíz. Amikor eljön a papszentelés ideje, az egy egészen különleges kegyelem és egy egészen különleges lelki öröm, belső átalakulás, hiszen az ember megtapasztalja azt, hogy az Isten ad kegyelmet ahhoz a feladathoz, amelyet én elvállalok, amelyet az egyház rám bíz, segít az Isten kegyelme, hogy ha én is akarom, akkor lehessek jó pap. Milyen gondolatokkal folytatja az útját egy fiatal immáron káplánként, hiszen Ludányhalásziba került, és azt hiszem, hogy ez egy meghatározó pillanat. Valóban mindenkinek az első hely egy nagyon fontos állomáshely. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan is, hol kezdi el az ember a papi hivatását. Nekem ez egy különleges történet, mert mi pesti család voltunk, én igazából az életemet Pesten töltöttem, és a vidéki életről nem sok fogalmam volt. Amikor megkaptam a dispozíciót, a kinevezést, hogy Ludányhalásziba kell mennem, hát meg kellett ismerkednem sok mindennel,
ami addig az életemben nem volt jelen és szokatlan volt, mint ahogy meg kellett ismerkednem azzal a gyakorlattal is, amely a papi élethez hozzátartozik. Elméletben megtanultuk azt, amit kellett, és fölkészítettek bennünket, hiszen kiváló professzorok tanítottak bennünket, akik aztán Esztergomból a Budapesti Akadémiára, egyetemre kerültek tanárnak, de gyakorlatban nem tudtuk, azt ott kellett megtanulni, úgyhogy sok izgalom, sok feszültség, mondhatom szorongás is volt az emberben, amikor elindult ez a kápláni élet, a kápláni életút. Aztán ugye otthonra talált Széchenyben, 77-től, 5 esztendőt töltött ott, hogy végül aztán otthonról hazatérve a Budapest lett a következő több mint 2 évtized. Én azt hiszem, hogy a budapesti vállalásai azok folyamatosan mindig egymásra rakódtak, mintha a téglát raknánk, mert hogy ugye 1994-ben már kápláni címmel tüntették ki. Valóban úgy gondolom, hogy a Jóisten irányítja az ember sorsát is, irányítja az ember életét. Valahogyan ő úgy vezeti az embert, hogy fölkészítse arra a feladatra, amelyre aztán ő odaállítja, amelyre rendeli az embert. Széchenyt nehéz volt otthagyni, nagyon jól éreztem magamot, szerettek engem az emberek, én is nagyon szerettem a várost, a templomot, a híveket, és nagyon jól egymásra találtunk a fiatalokkal. De a parancs az úgy szólt, hogy most Pestre kell menni, ahol először káplán voltam, aztán abban a templomban, a Haller téren plébános lettem, kaptam vezetést, helyettes esperesi kinevezést, aztán a Rózsák terére egy nagyobb plébániára, egy igen nagy plébániára kerültem, ahol komoly feladatokat bízott rám a bíboros, paskai bíboros úr, és ott lettem kinevezve helynöknek is, ott kellett szerepelnem, dolgoznom az egyházmegyei zsinatban, és az ottani munkám miatt kaptam meg a pápai káplán címet, amely aztán elvezetett oda, hogy a paskai bíboros úr általános helynökének is kinevezett, és így az egyház kormányzatban is feladatokat bízott. Igen, rá. Ahogy néztem itt, hogy a főegyház a tanácsosok testületének, a pasztorális tanácsnak, gazdasági tanácsnak, illetve a főegyházmegye vagyonkezelője is lett. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos lépés. Hogy lehet úgy ezeket a feladatokat ellátni, hogy az emberfi azért továbbra is érezze magát a szószólónak, ha úgy tetszik? Valóban ezek a feladatok nagyon fontos feladatok voltak, és az egyházmegye életében nagyon jelentős döntéseket kellett hozni. Legalábbis ott voltam abban a testületben, amelyben ezeket előkészítettük, megtárgyaltuk, és a döntéshozatalra a főpásztor paskai bíboros úr elé terjesztettük. Én nekem az volt a vágyam, amikor a bíboros úr kinevezett helynöknek, hogy hadd maradjak plébános is. Próbáljuk meg, hogy tudom-e ezt a kettőt együtt csinálni, és maradtam a Rózsák terén plébános, amit persze csak úgy tudtam elvégezni, hogy voltak mellettem káplánok, akik segítettek a mindennapi munkában. Én magam is részt vettem a pasztorációban a plébánián, igen, komolyan és komoly részt vállaltam az ottani munkából, de a napnak a 8 óra munkáját, ami sokszor több is volt, azt a Úri utcába, az érsekség hivatalában töltöttem ezekkel a feladatokkal, amelyeket az előbb felsorolt. Nem volt könnyű, de szép idő volt, és én örömmel végeztem ezt a munkát. 1998. február 13-a, én azt hiszem, ez egy felejthetetlen dátum. Mennyire jelentett megerősítést, mennyire jelent megerősítést a segédpüspöki kinevezés, illetve ez a címzeti tároszi püspöki kinevezés? Hát először is egy nagy-nagy meglepetés volt, egy váratlan kitüntetés, amire az ember nem számított. Paskai bíboros úr hivatott egy szokatlan időben, fölmentem hozzá, és ő közölte velem a következő lépést, hogy a Szent Atya II. János Pál kinevezett esztergomi segédpüspöknek, és hát az lesz a feladatom ezentúl, hogy az ő munkáját még inkább tudjam segíteni. A püspöki szentelés, püspökké szentelés bizonyosan egy egészen különleges kegyelmi erőt ad.
Én megtapasztaltam ezt a szentelésben, megtapasztalom azóta is számtalanszor, hogy az a katolikus tanítás, amelyet sokszor idézünk és mondunk, hogy az Isten megadja a kegyelmet ahhoz, ami feladatot az emberre bíz, hogy ez tényleg így van. Magától az ember talán nem volna alkalmas arra a feladatra, hogy egy egyházmegye élén tevékenykedjen, vagy akár csak segítse a főpásztort, mint segédpüspöke, de megkapja a kegyelmet, hogyha hisz, hogyha imádkozik, hogyha törekszik arra, hogy az Isten akaratát megismerje, és az Isten tervét a maga életében valóra váltsa, és segítse mások életében is azt megvalósulni. Igen, ez minden bizonnyal egy áldott pillanat volt, igen, amely megerősítést hozott, hiszen akinek tervei vannak, és nem csak eshetőségekre gondol, az felkészül erre, mint ahogy 2003-ban megtörtént az is, hogy Székesfehérvárra költözött, ha úgy tetszik, otthonra talált. Azóta, ez 20 esztendeje történt, Szent II. János Pál pápa nevezte ki. Ez milyen pillanat egy papi hivatást választó ember életében? Hát csak azt tudom mondani megint, hogy egy csodálatos pillanat, egy kegyelmi esemény, amikor Erdő Péter bíboros úr közölte azt a tényt, akkor már ő volt az esztergomi érsek és bíboros, hogy a Szent Atya engem Székesfehérvárra küld, Takács Nándor püspök utódaként, akkor részben örültem, részben egy bizonyos szorongás is ott van az emberbe. Örültem, mert ez a Szent Atyának a bizalma, a Szent Atyának a kívánság, amire az embernek azt kell mondani, hogy igen, megyek, kész vagyok, és teszem a dolgomat. De ugyanakkor tudom azt is, hogy egy olyan helyre megyek, ahol nem ismerem az helyzetet, ahol idegen emberekkel találkozom, idegen szituációkban kell magamat majd föltalálni, és ebben nagyon nagy segítség volt az, hogy a Jóisten úgy vezetett végig ezen az életúton, amiről itt beszéltünk, hogy egyre nagyobb plébániai közösségekbe vezetett egyházmegyei szinten rálátásom volt az életre, a törvényeknek a megfogalmazására, a szervezésnek az eseményeire, mert mind-mind egy kicsit beleláttam, és ez adott bátorságot, hogy így jöjjek el Fehérvárra, hy itt vagyok, készen akarok állni arra a feladatra, amit az Isten rám bízott. És nagyon érdekes volt, hogy az első perctől kezdve, amikor végig szorongással jöttem Fehérvárra az autóban, ahogy beléptem a püspökség kapuján, ez a szorongás abban a pillanatban elmúlt. Az a érzésem támadt, hogy itthon vagyok, ott vagyok, ahová az Isten engem rendelt, és ez az érzés azóta is megvan bennem. Van nehézség, van probléma, vannak nyilvánvalóan feszültségek, hiszen nem lehet mindenkinek mindig egyformán kedvére tenni. Ezt minden vezető azt hiszem megtapasztalja, bármilyen környezetben is tölti be ezt a hivatást, de tudom azt, hogy itthon vagyok, és azt teszem, amire az Isten engem rendelt. Nos, püspök atyának már említettem, és a nézőknek is mondom, hogy sikerült fellelnünk azt a beszélgetést, amelyet Bakonyi István készített Takács Nándor leköszönő püspök atyával és önnel, és azt hiszem, hogy az egy nagyon-nagyon fontos adalék ahhoz, hogy én azt figyeltem meg, többször megnézve ezt a beszélgetést, hogy jószerivel, amit ott meghatározott, hogy mi mindent szeretne megvalósítani, az maradék nélkül teljesült. Az első egyébként ebből, hogy az egyházmegye közigazgatási, illetve pasztorális megújulásához vezető utat is meghatározta. Kicsit beszéljünk erről, mert azt hiszem, hogy ez egy fontos pillanat volt, hogy elindult egy folyamat, ami egyébként azóta is tart, teljesen más tartalommal nyilván. Igen. Kétségtelenül azt meg kellett látnom, és gyorsan kiderült ez a számomra, hogy az egyházmegye, ami egy átlagos egyházmegye Magyarországon, nem a legkisebb, nem a legnagyobb, hogy ebben az egyházmegyében bizony a paphiány az ugyanúgy jelentős, mint általában a legtöbb egyházmegyében Magyarországon. Kerestük annak az útját, hogy a fogyópapsággal hogyan tudjuk a hívek szükségletét kielégíteni, hogyan tudjuk biztosítani a szentmiséket, a szentségeket, a katekéziseket, a hitoktatást, és elindult egy olyan gondolkodás, egy olyan szervezés, hogy kevesebb esperes kerület legyen,
hogy legyenek munkatársaink a civil világból, még inkább, akik tudatosan, áldozatosan, hivatásból ebbe a papi életbe, papi munkába besegítenek, amit ők tudnak végezni, és tudtunk létrehozni olyan egységeket, csoportokat, amelyeket egy-egy plébánosra rábízva több faluba a lelkipásztori munkát, hát tőle kérve tudtuk ezt a lehetőséget így megragadni és így megélni. Ez egy nagyon nehéz dolog volt, aminek nincsen vége, mert a papjány nem fejeződött be, és azt kell látni, hogy egyre inkább több falut kell ellátni egy-egy plébánosnak, több helyen kell helytállnia. Hála Istennek a világi munkatársak segítségével ez úgy látom, hogy azért megoldható még. Fontos lépcső volt, hogy a lelkipásztori teendőket, programokat is tematizálta, és ez azóta is tart. Én azt hiszem, hogy ilyen értelemben hívőnek és nem hívőnek egyaránt ez teli találat volt. Én nagyon örülök, hogy ez a gondolat jó vízhangra talált. Én is úgy érzem, hogy egyházon belül, vagy egyházmegyén belül, de az egyházmegyén kívül élők számára is ezek a tematizált programok üzenetet hordoztak, és tudtak valami ajándékot adni, vagy tudtak legalábbis valamilyen programra, valami gondolatra a figyelmet fölhívni. Fontos volt azok az eseményeknek a kibontása, akár egy esztendőn keresztül, amelyek a hitnek a belső tartalmához tartoztak. Ezek részben épültek a Szentatyának a programjaira, részben meg az egyházmegye saját programjaira, amelyek a történelmünkből fakadtak, részben pedig kapcsolódtunk azokhoz az eseményekhez, amelyek magyar társadalomban jelen voltak és jelen vannak. És így próbáltuk hozzátenni a magunk kincsét, a magunk gazdagságát, a magunk tapasztalatát, és ezek valóban szép gyümölcsöt hoztak. Ugye ez volt az Eukarisztia éve, aztán a Prohászka centenárium, a Prohászka emlékév, amihez aztán 2008-ban kapcsolódott a Prohászka Ima Szövetség is, de a Szent Erzsébet név, a Szent Imre ezredik évfordulója, mint a születésének ezredik évfordulója, ez mind-mind nagyon sokat adott. Tudatos volt, hogy a hívőkön kívül jószerivel egész Székesfehérvárt, illetve környékét is megszólítsák. Ez feltétlenül célunk volt, hiszen azzal nem elégedhetünk meg, hogy magunkat jól érezzük, magunknak csinálunk programokat, az egyháznak a küldetése, missziós küldetést. Tehát amit én gazdagságnak érzek, én kincsnek érzek, feladatom, hogy azt legalábbis fölkínáljam a társadalomnak, próbáljam meg azt minél több embernek úgy megmutatni, hogy lásson benne valami szépet legalábbis, ha sikerül, akkor fogadja be a szívébe. És azt hiszem, hogy ezt mindenki befogadta, hiszen a Biblia éve később, a papság éve, a család éve, az új evangelizáció éve nagyon-nagyon fontos volt mindannyian. Mint ahogy a Magyar Szent Család napja. Én azt hiszem, hogy tekintve, hogy erről beszámoltunk folyamatosan, az egy igazi áttörés volt mindenkinek, aki itt részt vett. Tehát ez egy olyan bensőséges pillanatokat hozott a családban, aminél nincs fontosabb a 21. században. Úgy éreztük mi is, hogy a családoknak a támogatása nagyon-nagyon fontos és lényeges, és a családok rászorulnak minden megerősítésre és minden támogatásra. Nekünk itt Székesfehérváron adódott az a lehetőség, hogy mi mondhatjuk, hogy Székesfehérvár az első magyar szent család városa. Legyen Veszprém a királynők városa, legyen Esztergom a szent király városa, de a Szent Család városa a Székesfehérvár, és ezt mi büszkén vállaljuk, és ezt a küldetésünket örömmel akarjuk teljesíteni. És ez nem egy akció, hanem egy folyamat része. Ez egy folyamat, feltétlenül egy folyamat, amelyet mindig akarunk jobban kibontani, mindig próbálunk gazdagítani, mindig szeretnénk, hogyha egyre többen megértenék ennek szépségét és ajándékvoltát. Mint ahogy egyre nagyobb hallgatottsággal bír a Magyar Katolikus Rádió is. Ez megint csak egy olyan pillanat volt, amit önnek köszönhetünk ilyen értelemben, hiszen 2004 idestova most már 20 esztendeje elnök vezérigazgatóként, püspök vezérigazgatóként vezeti ezt az intézményt, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen azért valljuk meg, hogy a hívőket meg kell szólítani kicsit másként is, és erre hivatott a Katolikus Rádió. Az nagy öröm volt, amikor
a püspöki konferencia engem bízott meg azzal, hogy a katolikus rádió születésénél bábáskodjak, és aztán később ezt a katolikus rádiót, mint vezérigazgató próbáljam segíteni azon az úton, amelyet a püspöki kar jelölt ki számára, hogy mint egy pre-evangelizációs küldetést teljesítsen, vagyis talán mondhatom azt, hogy úgy beszéljünk az evangéliumról, hogy nem mindig imádságosan, nem mindig a Biblia szófordulatával, nem mindig vallásos fogalmakkal beszéljünk, de arról beszéljük, hogy egy keresztény embernek a világban hogyan kell gondolkodni, hogyan kell érezni, hol találhat erőt és támaszt, és persze nyilván vannak műsorok, ahol valljuk meg világosan és egyértelműen a hitünket, szentmisét is közvetítünk, imádságokat is közvetítünk, arra törekedve, hogy minden korosztály megtalálja a maga érdeklődését. Nagy öröm, amikor olyanok telefonálnak be, vagy írnak egy levelet a rádióba, akik azt mondják, hogy mi igazából nem vagyunk vallásos emberek, de értékeljük a katolikus rádió műsorait, mert értéket közvetítenek. Igen, az értékközvetítés persze azzal is jár, hogy ezt elismerik. Nyilvánvaló, hiszen ő már a ideje korán a 7. kerület díszpolgára is volt, utána számtalan település és természetesen Székesfehérvár és Fejér megye díszpolgára is, és felsorolhatatlan a Mindszenty emlékéremtől kezdve a Magyar Művészeti Akadémia, tehát az MMA nagy díja, honvédelmi elismerés, és mind-mind ez azt sugározza felénk, hogy a hívők itt Székesfehérváron, illetve a megyében boldogok. Függetlenül attól, hogy az elmúlt időszakban rendkívül nehéz időszakot éltünk meg, kezdve a pandémiától, és most itt van az orosz-ukrán háború. Ilyenkor mi az elsődleges feladata az egyháznak, önöknek? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy megerősítést várnak a hétköznapi emberek is, hívők és nem hívők egyaránt. Minden elismerés, amiben részem lehetett, nagy-nagy megtiszteltetés, öröm, és arra késztet, hogy még inkább törekedjem azt a feladatot, amit végeznem kell, jól végezzem. Az a helyzet, amiben a társadalom, amiben a világ van, mindig kívánja, hogy az egyház a maga tanítása szerint értékeli azt. Amikor kitört ez a szörnyű háború, amikor itt volt a nyakunkon a pandémia, amikor halljuk a híreket a földrengésről, akkor az embernek eszébe jut a régi imádság sora, amelyben azért imádkoztak a hívők, hogy a földrengés ostorától, a természeti csapásoktól, a járványok pusztításától, és persze az öldöklő háborútól ments meg, Uram, minket. Kell, hogy bátran és világosan az egyház kiálljon az emberek mellett, erősítse és segítse őket. Ha háború van, akkor követelje, adjon hangot a béketörekvésnek arra, hogy muszáj nekünk elérni, ne a fegyverekkel próbáljuk meg a konfliktusokat elintézni, hanem találjuk meg a békés megbeszélés a tárgyalások útján azt a nyugvó pontot, amelyből aztán tovább lehet majd lépni és lehet építkezni, de ez feladata az egyháznak és minden jó akaratú embernek. Én ezt próbálom tenni, akkor is, hogyha ezért időnként komoly fejmosást is kapok. Excellenciás Uram, engedje meg, hogy egy 20 évvel ezelőtti gondolatsort idézek öntől. Fehérvár mindig jelentős szerepet játszott az egyház történetében, bizonyos értelemben a súlypontja a magyar életnek és a magyar valóságnak. Prohászka Ottokár, akinek nagy hite és szellemi ereje máigható kincse az egyházmegyének, és persze az egész magyar katolicizmusnak, és utóda is, Foly Lajostól Takács Nándorig valamennyien szerető és szeretett atyait tudtak lenni papjaiknak és a híveknek, nyomdokukba lépni nagy kihívás, mondta ezt egykoron. Én azt hiszem, hogy 20 év alatt bebizonyosodott, hogy ezt teljesítette. Én köszönöm minden hívő és nem hívő nevében, hogy van nekünk, és hát bízzunk abban, hogy a sok-sok gátja a jólétünknek, örömnek, az elmúlik előbb-utóbb, akár az önök segítségével is. Excellenciás Uram, köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Spány Antal megyéspüspök volt, akit 20 esztendeje neveztek ki Székesfehérvár megyéspüspökévé. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.